Tiszteltek, köszöntöm a vendégeinket ezúttal is. Mint látják, kicsit irodalmi és a címe a mai beszélgetésünknek. Ritusról és civilizációról szólunk, két, ha nem is ellentétesnek gondolt, de sok ellentéttel tartalmas fogalom a kettő. A ritus a szabályozatlan, inkább misztikus, metafizikai értékek irányába forduló embercselekvéseinek a sorozata. A civilizáció pedig hát inkább a szabályozottságról szól, inkább a felfedezésekről, az innovációkról, az élet működtetéséről, bizonyos racionalitásról szól. Ez a kettő talán alkalmas fogalom arra, hogy a 20. század első évtizedének néhány törekvését az ernyője alá vonjuk. A múltkori alkalommal utaltam én arra, hogy ellentétben a művészettörténet klasszikus folyamatától ez időtájt, vagyis a 20. század elejétől számítva állandó késztetésünk van arra, hogy egy évszámhoz, egy időszakhoz nagyon sokféle eseményt rendeljünk. Egymás mellett, párhuzamosan, nagyon-nagyon sokféle, egymásnak olykor diametriálisan ellentétes tartalmú megnyilvánulásai vannak. Ugye egymással szembenéző és egymást kioltó megnyilvánulásai vannak. És nagyon nehéz a klasszikus tanulmányok után, amely többnyire valamilyen szigorúbb logikai okozati rendbe vagy időrendbe tartja fenn a dolgokat, elképzelni a 20. századi eseményeket. Örök párhuzamosságok vannak. A múlt alkalommal átszaladtunk mi az impresszionizmus követő posztimpresszionista és első expresszionista áramlatokon. Ma is a főcím alatt ott szerepel az expresszionizmus, és egy társasággal foglalkoztunk csak a Dresda környéki Die Brücke csoporttal. Nem nagyon szereti a művészettörténet ezt a társaságot, de a 20. század második felének, harmadik harmadának eseményei visszamenőlegesen rendkívüli módon felértékelték az Emil Nolde és társai tevékenységét, mert hiszen olyan szertelenségeket, olyan szabad, zabolátlan és olyan elsöprően amatőr és szabad az akadémiáktól független teljesítményekkel találkozunk, amelyek valóban szokatlanná teszik a dolgokat, és a 20. század folyamán ezek az ösztönzések, ezek a késztetések nem egyszer feltámadtak, és nagyon is jellemzi a 20. századot az örök pályaelhagyás, az örök megújulás, az örök cserbenhagyás, és nagyon sokszor ilyen hétpróbás zsiványoknak tetszenek a művészek, mert olyan mértékben szaladnak el az örökségtől, hogy nem is tudjuk a kapcsolatot valójában rekonstruálni túl egyszerűen a múlt és a jelen között. Szóval az expresszionizmusról beszéltünk, az első világháborút megelőző, illetőleg az első világháború tartama alatt létrejövő műalkotásokról, amelyek szegről végről olykor pontosan és konkrétan, olykor meg tényleg csak a hangulatában idézik a világháború között kialakuló szellemi, erkölcsi, illetőleg kulturális klímát. De ugyanebben az időben kell nekünk tárgyalnunk, ez az első gondolat, és most itt megerősítve van, azokat a teljesítményeket, amelyeket mondjuk a civilizáció metaforájának lehet tekinteni, a szabályozottságot, a rendkeresését, a rendben meglévő gyönyörűséget, az esztétikai modellnek a szabatosságát, amit a kubisták megteremtettek. Ráadásul megteremtettek egy olyan műmodellt is, amely rendkívül határozottan szakad el a mimetikus típusú, vagyis az utánzó, tükröző típusú ábrázolásoktól, és megpróbálnak teremteni egy saját logikájába zárt, a vizualitás logikájába zárt rendszert, amit hát mondjuk a Pablo Picasso és a Georges Braque tevékenysége gyönyörűen tükröz. Nagyon nehéz a helyzetem, mert én csak skulzból látom a képeket, de remélem eltalálom, hogy mi is van itt ilyen penge élesen a szemem sarkában. De hát a kubizmusnak, mint említettem a múlt alkalommal, az induló fázisa, és látunk néhány Picasso képet barátokra, mások, a Cézanne inspiráció felmelegítése, illetőleg tovább gondolása volt. A Cézanne tradíció a
a viszonylag rövid ideig tart, 1906-7-8 táján lecseng, és egy nagyon érdekes analitikus nyelvezet jelenik meg, amelyben a klasszikus festészeti értékek, elsősorban a kolorit, rendkívül visszafogottan, és hát néhányan azt mondják, hogy férfias melankóliával, néhányan azt mondják, hogy színszegénységben szenvedve, de jelennek meg. Tulajdonképpen a barnának és a szürkének a változatai között látjuk azt, hogy hogyan lehet egy egynemű geometrikus struktúrává alakítani a dolgokat. És hát ez egy nagyon érdekes és különös kép irodalmi szempontból, már művészettörténeti, tudományos irodalmi szempontból nagy múltja van ennek a képnek is, hiszen valamennyien látják, én nem látom egyedül, hogy a kép felső harmadában, amennyire lehet látni, de egy nagyon erősen modellált szög, és annak az árnyéka van. Az előadásmódban egyszerre jelenik meg, és ez egy árulkodó jel, pszichológiai szempontból motivált árulkodó jel. A mester ugyanis, emlékeznek talán rá, 1907 nyarán még a sziotái kis kikötőt csinálta, pompás, robbanékony, színes táj volt, tengerrel, lemenő napfénnyel, 55 fok meleg volt a képen, hihetetlenül forró, delejesen déli atmoszférája volt. És aztán ősszel meg már ilyen szürke bádokból hajlítgatott csónakokat csinált, hihetetlen gyors változás, elsősorban a Pablo Picasso hatására, de a Pablo Picasso történetéből is felidéztük mi a légtornász családot, talán emlékeznek rá, ott is egy erős érzelmi konfliktus következtében felszámolta viszonyát a lírai és költői énjével, és megpróbált keresni valamit az exakt, a 2x2 biztonságával és józanságával érvelő gondolatkörből, és megjelent a kubizmus. Analitikusnak mondjuk azért, mert a dolgok viszonylag kisszámú dolog mindenfajta lehetséges térbeli helyzetének a jelzéséről próbálnak itten körültekintően gondoskodni. Még visszatérnék a szöghöz. A szög ugyanis egy illuzionisztikus részlet a nagy, egyébként elvont egészben. Tehát furcsa dolog, hogy egyszer van egy geometrikus spekuláció, a palack és az üvegkancsó és a hegedű, a Bázeli Múzeumban van egyébként ez a kép, spekuláció, és ott fönt pedig jelezve van, hogy mintha ez a felület egy klasszikus szegelési eljárással a falra lenne erősítve, és úgy festettük ezt a szituációt meg, mint a legklasszikusabb utánzó festő. Egy képen egyszerre két referenciális mező van, egy analitikus, absztrakt, elvonatkoztatott, nem utánzó, és van egy utánzó, pontos, realisztikus dolog. Ez egy ellentmondás. Ez ellentmondás visszavezethető arra, hogy a Braque még túl közel van a kubizmus élményéhez, felületes benne valószínűleg a kubizmus élménye, és nem is adta át magát aztán egész életében sem igazán a kubizmusnak. Van egy periódus, mindenki hasonlít egymásra ebben az időben, itt vetitek több képet is, Picasso-tól, Braque-tól is, rengetegen vannak ebben a körben teljesen, de az analitikus periódusban mindenki elkezd hasonlítani egymásra, itt mi is látjuk ezeket a szituációkat. Rengetegféle címe van a dolgoknak, de tulajdonképpen minden ugyanegy. Megpróbálni eltüntetni a térbeli illúziót, megpróbálni egy olyan struktúrát rétlehozni, ami a látás logikájából táplálkozik, és nem a szimuláció logikájából, vagyis az utánzás logikájából. Aztán az idő haladtában, szépen 1912 körül megjelenik egy olyan szerkesztő eljárásmód, ami nagyon-nagyon izgalmas, nincs időnk valójában arra, hogy egészen részletesen és sok képen keresztül belenézzünk ebbe a korszakba és szemléletbe, de az biztos, hogy a modern civilizáció, illetőleg az életünk szinkron folyamatai, cselekvések is, tárgyak is,
vizuális nyersanyag egyszerre, egy felületre vetülve jelenik meg. A kirakatok, a tükrözések, az utcazaja, a lámpák, a mindenféle irányban sűrűn ott lévő, vizuálisan értékelhető tárgy, elkezdenek egy szintetikus nyelvet beszélni, ami mindent magába foglal. Ebbe a mindent magába foglalásba értelemszerűen nincsen benne a valóság közvetlen utánzása. Az az intenció jelenik, az a szándék jelenik meg láthatóan itt is, hogy létrehozni a valóságtól tulajdonképpen független jelenségeket, és hogy a művész teremtő alkotó munkája ennek az új és eddig soha nem létező, és tulajdonképpen semmire közvetlenül vissza nem utaló egyetemes jelrendszernek a megteremtésében van. És az igazi nagy elvont művészeti folyamatok valahol itt ebben a szintetikus fázisban jelennek meg, és látjuk már sok alakját ennek a mozgalomnak, hogy hányféle formában jelennek meg ezek a mutatványok. Ugye pipázók, és még jönnek pipázók, katona pipával, de ez már 1916-os. És teljesen nyilvánvaló, hogy itt a kép alkatrészei már spekuláció eredményei, saját a képen belül szükségesnek látszó logikai feladványok megoldásából állnak. És ez plasztikában is megjelenik. Itt már nem is kubistának hívják a mestert, hanem tubistának, a felhasznált nagy mennyiségű csővezeték következtében. És hát akkor ez így még olyan egzotikus szituációkban is előjön, mint amilyen a késői Diego Rivera, aki hát mexikói festő volt, és New Yorkban is állomásozott, sok jó ösztöndíjat kapott az amerikaiaktól, és nagyon szép, izgalmas New Yorki főépületek, hát főleg a Rockefeller centruma, meg az Amerika házban nagy freskókat csinál, de közelebb megyek, és itt látható, hogy a Rivera például Mexikóban, egyszerűen Mexikóból, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából visszanézve Európára, milyen azonnali hatásként engedik közel magához a kubizmus. Tehát az a baloldali kompozícióit láthatóan az analitikus kubizmusnak a nyomait viseli. És aztán a franciák közül nagyon, nagyon sokan tovább gondolják a kubizmusnak a lehetőségét, kicsit vegyítik az expresszív megoldásokkal, látják, a Robert Delaunay ebben az Eiffel-tornyában elkezd nagyon markánsan színeket használni. Az analitikus kubizmus nem használ színeket, szürke, barna. Minden eléggé grafikus karakterű az, amit látunk, visszafogott, tulajdonképpen a minimál ártnak beszélgetéseink legvégén fogunk erről beszélni, az előképeit teremtik meg ezzel az esztétikai elemeknek a visszavonásával, ezzel a nagyon különös reduktív műveletekkel. A francia Robert Delaunay nagyon közel áll egy müncheni művészcsoporthoz, egy rövid ideig tagja is a Vasily Kandinsky által vezetett Neue Künstler Vereinigungnak, a Fiatal Művészek Új Társaságának, amiből aztán majd létrejön később az expresszionizmusnak, a másik, a Die Brücke mellett, tehát a dresdai Die Brücke mellett, egy másik, egy kicsikét talán arisztokratikusnak tetsző, mindenképpen hagyománytisztelőbb, de az expresszionizmusnak mindenképpen markáns áramlatát, a Blauer Reiter mozgalmat, a kék lovas mozgalmát. A Robert Delaunay összekötő kapocs a kubisták és a német expresszionizmus között, az első kiállításait a Kandinskyék csapatával csinálta meg, és hát itt is lehet látni a kubizmusnak ezt a szabad, teljesen öntörvényű, és ha megengedhetjük ezt a jelzőt, akkor minden szabatosságtól független módszerét használni. Ja. És nagyon érdekes például ez a kép, mert 1925-ös ugyan, de a René Magritte csinálta, vissza fog ez a kép is jönni, más sok képpel együtt, későbbről a mester maga a szürrealizmus, a belga szürrealizmus egyik legnagyobb alakja, a René Magritte,
iskolateremtő és paradigmateremtő, és ha most valaki bemegy a Dr. Máriás kiállítására a Zsolnai negyedben, akkor bátran mondhatja, hogy az ég egy világon a Máriásnak semmit nem kellett csinálni, a gondolkodás technikáját, a képalkotás abszurditásainak különböző fogásait, mindent eljátszottak. De a René Magritte is, és megkapja a megfelelő Deleit a francia kubizmustól, és ez a szerkesztő elképzelés az indulás idején majdnem minden ekkor fiatal művészt megérinti. A kubizmuson mindenki átmegy valamilyen formában a 20. század elején. De menjünk vissza a Robert Delaunayhoz, aki összeköti a kubizmust a németekkel. Hát ilyen orfikus, ő úgy mondta, ezt az Orpheus daláról nevezte el azt az irányzatot, amit emleget szívesen, és aminek a nevében nyilatkozatokat tesz, és manifestumot fogalmaz meg, a színek daloljanak, rehabilitálja azt, amit a kubisták olyan könnyedén elfelejtettek, a színeket és azok használatát. Csupa ilyen erős színes képeket látunk, és aztán 13-ból én kerestem egy Vasily Kandinskyt, akit oda tettem a Robert Delaunay mellé, és érzékelhető valami kis finomság. A Kandinsky talán frivol, talán avval a középponti lila árnyalattal és a lilával való kapcsolatok sokaságával izgalmasabb, és talán esetleg nyersebb is, vagy mindenképpen erőteljesebbnek hat, de mindenképpen a kolorit rehabilitálása egy új jelenség itt ebben, és még 1913-ban vagyunk, tehát megint a párhuzamosságok élményét éljük át, mert egyszerre színes, egyszerre melódikus, egyszerre megpróbál valamiféle zenei benyomást kelteni a kolorit rendszerezésével. Másfelől a kubizmus tanulsága, a koncentrált kép kialakítása iránti igény ebben a torzított tondó formában, az ovális formában, végeredményben nagy koncentráció van. Ha úgy tetszik, egy felülnézeti perspektíva képe ez, ha szatellitből nézzük a Földet, akkor egy hasonlóképpen teljes értékű, de egy körformába befoglalható alakzatot látunk. Van egy ilyen spirituális gondolati túlzás ezekben a művekben, de emlegetik ezt a képet, amit én itt most felerősítettem egy kicsikét. És hát megérkezünk a Vasily Kandinskyhoz. Nagyon érdekes a története, orosz mesterről van szó, aki hát nem is túl régen van itt a nyugati Európában testben, bár hát ugye a századforduló után ő már átjön Németországba. Orosz mester és jogász, jó moszkvai családból kereskedők megtehetik azt, hogy a gyerekük azokba az iskolába járjon, ahova akar. Jogász lett Moszkvában a Vasily Kandinsky. A szakdolgozatát viszont már a volgamenti németség, ugye hát Nagy Péter és Nagy Katalin rengeteg betelepítést csináltak, hát a Volga mentén hatalmas kereskedővárosok, települések jöttek létre, mindmáig még vannak most is német színházak ott a Volga. Na minden esetre a Kandinsky elhatározta, hogy mert írott törvénykezésük a németeknek, a német településeknek nem volt, ő mint joghallgató megpróbálta a volgamenti németség, német konklávé orális jogszolgálati szokásait, mert csak szóbeliségben működik a jog náluk, vagy, tehát ez egy néprajztudomány, ez végeredményben, felgyűjteni, hogy hogyan hangzik jogi világkép, amit a volgamenti németség használ. És miközben gyűjti a jogforrásokat, tehát feljegyzéseket kell készítenie, hogy különböző élethelyzetekre vonatkozóan hogyan, mint döntenek, milyen tanácsi formák vannak, milyen bírói, ügyészi és egyéb formák vannak, vagy ezek kezdeményei vannak, ezeket lejegyzi gondosan, de közben otthonokba jár,
falvakat ismer meg, hosszú időt tölt vendégszobákban, ahol találkozik kelmékkel, találkozik festett üvegekkel, a vidéki németségnek, a kisebbségeknek. Nagyon sajátságos és erős kultúrájuk van, ami viseletekben, környezetben, kerítésekben, fafaragásokban, sok mindenben megjelenik, és elvarázsolja ez a világ. Németes a Kandinsky, nagyon jól megtanul még egyetemista korában. Németül a családban ezt ambicionálják, jól tud ő franciául is egyébként, tehát egy magas értelmiségiről van szó, de mikor ezt a kutatást befejezi, akkor teljesen eldönthetővé vált számára, hogy neki nem a jogi pálya lesz az ígéretes, hanem művészi pályára fog menni, és most nem részletezném, de az a helyzet, hogy a család megengedheti azt, hogy a fiú a legjobb európai térségekbe elutazzon, tanulmányutatokat tegyen, stb. Stb. És hát itt látják, már 1905-ben a müncheni Gabriela Münterrel megismerkedik, kapcsolatuk tartós és bajtársias hosszú időn keresztül. Egy kiváló müncheni polgárlányról van szó, és összekötik a sorsukat, egy kis házacskát, lakást bérelnek a Garmisch-Partenkirchen és München közötti úton, van egy Murnau nevezetű kis település, ott egy nagyszerű Kandinsky múzeumban mind a mai napig, és hát a Murnauban elkezd dolgozni, és hosszú időn keresztül nagyon-nagyon színes, nagyon pompázatos és robbanékony képeket csinál. Ez is egy murnaui interjőr, talán a magyar művészettörténet fejezeteiből itt ebben a pillanatban a Riprónait szabad viszonylag biztonsággal felidézni, de a nyolcak tevékenysége általában nagyon jól illik ehhez a képhez, amit egy murnaui szobában látunk, 1909, ott a sarokban azért látszik a központi fűtésnek a nyoma, tehát civilizációs szempontból ez más hang, más atmoszféra, mint amit általában ugye elképzelünk erről a korszakról. Minden esetre hát azért beidézem a Riprónainak ezt a kis interjőrjét, ide egy kis részletet, és ne a figurát nézzék, ne a mesét nézzék, ne a Piacek bácsit és a pipát és a mit tudom, a gyümölcsöket, hanem a flekkeket nézzék, a felületeket, a színeket, azt a viszonylag mozgalmas és tiszta, erőteljes zenei hangzást, ami a felületek mögött van. És hát akkor vissza a Kandinsky Murnaujához, nagyon színes ez a világ, látják talán, hogy néha szertelen is. Ez is 1989, Kék hegyek, lovasok hangzik, de benne már a valóságos tér, valóságos perspektíva viszonyai nem találhatók meg. Egy különös felfordult világ, majdnem, hogy ornamensnek hat az egész, egy ilyen felülnézeti perspektívából rajzolt. Van benne hegy is, virágos mező is, lovas is van, éppen hogy, vagy alig-alig, apró kis jelzések. És aztán 909-ben egy improvizáció megjelenik a képzőművészetben is, egy olyan fogalom és egy olyan gyakorlat, ami voltaképpen elsősorban zenei természetű a mi tudásunkban, vagy az emlékezetünkben. Improvizálni, mindenki tud persze, és mindenhol lehet improvizálni, minden helyzetben lehet improvizálni, de zenéhez kötődik. Nem véletlen ez. A zene az nagyon fontosan hozzátartozik ahhoz az alapvető törekvéshez, hogy meg kellene teremteni a képzőművészetnek is azt a mindentől független, saját rendjébe zárt előadásmódját, amit a zene kezdettől fogva képviselni tud. A zenével összefüggésben a legritkább esetben lényeges, noha megtehetjük, elmondani azt, hogy itt a bolygó hollandiról van szó, és milyen szerelmi történetekben bonyolódik bele a kékszakálú herceg, hanem a zene a szövegek és a mesék nélkül olyan tökéletesen érthetővé válna ez a dolog. És hát a zene irodalom legtöbb művének nincs irodalmi
irodalmi meséje, nincs háttere, irodalmi szempontú megközelítés. De egy partitát és fúgát irodalmi szempontból nem lehet interpretálni. És itt, tehát megteremteni azt a saját nyelvezetéből táplálkozó jelentésrendszert, azt a reprezentációt, ami a dologról magáról szól, vagyis a színekről, a formákról, a forma viszonyát fedi fel a térrel kapcsolatban, és itt és a látás problémáit is. És a Kandinszky nagyon közel került ehhez a, kerültem a kifejezést, absztrakt megjelenítés formához, de ettől a pillanatok kezdve nem kerülöm, mert személyes saját címe van 1910-ben egy kis akvarelnek, az első absztrakt akvarel, mondja Vasily Kandinszky 1910-ben, és utána improvizációk sokasága tulajdonképpen kifejezetten zenei intenciók kifejezésére, a színek harmóniája, a színek diszharmóniája, a mozgás érzet felkeltése, a ritmusok, az átmenet, és stb. Stb. Rengeteg zenei analógiát használhatnánk itt. Egyetlen dolgot nem tehetünk csak, sztori keresni hozzá. Nincs sztori, nincsen szüzsé, nincs irodalmi nyersanyag a dolog mögött. Valójában bizonyos fokú nyitottság az, ami megjelenik ezekben a művekben. A 20. század aztán ezt a nyitottságot törvényerőre emelte, és ma már valószínűleg nem is néznénk el egyetlen műalkotásnak sem, hogyha minden végtelenül kötött és szabályozott módon lenne interpretálható. De hát ebben a mindent zeneivé és mindent az érzelmek, illetőleg az érzékelés felsőbb szintjei számára megnyitott közegben kezeli a szellemiről van szó. Szóba hoztam én ezt korábban, hogy a logosz határozza meg a dolgokat, a fogalom, hogy kezdetben van az ige, és van ennek rengeteg alter egója ennek a kifejezésnek, hogy hogyan jutunk el a szellemihez, ami a művészetekben is talán a legfontosabb energiaforrás. És ezt természetesen csak a nyitott típusú művekkel lehet, mert ezek tudnak leginkább a független mindentől, tehát művészi szándéktól független emberi mondani valóban fölmutatni valamit. Tehát írt egy könyvet, a Szellemiről a művészetben című könyvet, ami valójában arról szól, hogy a műalkotás az csak egy fizikai, testi kerete, felszíne, burkolata valaminek, aminek a mélyebb jelentése valahol a háttérben, a mozgatóval, a nagy szellemi fenntartóval azonos helyzetben van. És aztán rengeteg absztrakció születik meg így a 10-es években, ezeket pörgethetném is, egyik sem műalkotás, mindegyik dokumentáció, tehát itt senki nem gondolhatja azt, hogy valami nagy gyönyörűségről marad le akkor, hogyha nem nézheti eleget ezeket a diafelvételeket, pontatlanok is, szét is esnek, tehát ezeket valójában tényleg kiállításokon, múzeumokon szabad megnézni, és menjenek is, mert összehasonlíthatatlan optikai minősége van egy múzeumban szemünk előtt álló képnek, aminek teste van, mélysége van, valőrök vannak, valódiak és szaturációk, tehát a színeknek is nagyon szép, mély, olajos zengése van, és így sok képzavart mondok itten, de megpróbálom ezt úgy érzékeltetni, hogy nagy a különbség, ez nyilvánvaló az önök számára. De minden esetre, hát halad az idő, és a Kandinszky rengeteg ilyen elvont és néha-néha tárgyi elemeket is tartalmazó improvizációt csinál. Csodálatosak ezek az improvizációk. Valójában vissza fog köszönni még ez a logika és ez a gondolkodásmód, majd amikor a 30-as, 40-es években nézzük a nagy amerikai mozgalmakat, az amerikai identitás megkeresése érdekében, elkövetett nagy kísérleteket, és akkor rátalálunk majd néhány mesterre, akik szinte
egy az egyben megismétlik, kicsit amerikanizálva, monumentalizálva, a mobilitást kicsit fokozva, de megismétlik azokat a megoldásokat, amiket a Vasilij Kandinszky is kezdeményezett. De hát ez majd kicsit később következik. Itt tengeri sata. Akkor beszélnünk kell még ebben a társaságban, ugye ez a Bauer-Reiter, a Kék Lovas Társasága, müncheni központtal dolgoznak ők, és nagyon-nagyon népszerűek Európában. Sok-sok hatékony, erős tagja van. Én nőket választottam ki, akiket nem nagyon forgalmaznak, mert nagyon-nagyon jónak gondoltam, és élvezetesnek gondoltam a munkáikat. Itt van a Marianna von Werefkin, aki megint egy orosznak volt az élettársa, a Vasilij Javlenszkijnek, de hát itt fest egy képet 1907-ben, nekünk a Csontvári irányából nézve, nagyon ismerősek ezek a nagy síkokból megkomponált, igen, ravaszul, személyesen megkevert színárnyalatok, amik itt, és az atmoszféra is olyan nagyon vonzó és kedves, hogy itt van ez az őszi iskola, 907, hát pont ez az időszak, amikor a Csontvári megcsinálja a Taorbinai Görög Színház romjait, és ott az égre, nem tudom, hogy emlékeznek-e, az Etna oldalára, az égre és a tengeröbölre, ugyanez a kék és ugyanez a sárga, 1907, teljesen párhuzamos jelenségek, és ugrunk egy nagyot, és ellenőrizhetjük, Pesten a galériában ott van a Csontvári kép, és láthatjuk. Na. És aztán hát a Javlenszky színvilága, ez is nagyon erős, tulajdonképpen egészen pontos természeti jelenségeket rögzít, mégsem mondhatjuk ezekre a tájakra, ezekre az emberekre az, hogy ezek valóságosan, ténylegesen létező dokumentumok. Ezek festői látomások, átírt, átdolgozott, költőivé, zeneivé tett művek. Aztán van egy fiatal ember a Kandinszkijék mellett, az August Macke, aki végigpróbál egy-két év alatt mindent, ami Európában ekkoriban divat volt. Ezt a képet azért választottam, mert az egyik legkedvesebb portrém ebből az időszakból. Én ehhez ragaszkodom, ehhez a kép, nagyon sokat bámulom, és nézem, hát egy kicsit szétesik ezen az óriási méretű vetített felületen ez a kép, de gazdag árnyalatokban, és hát ugye ez egy tradicionális kép, fiatal még a Macke, éppen befejezi a főiskolát, tehát ő végig zongorázott a művészettörténeten, a hagyomány, az örökség, a realisztikus inspiráció nagyon benne van. De benne van más is, és hát nekünk különösen kedves nézegetni ezeket a képeket. 1910 a Neue Künstlervereinigung Münchenben, és nálunk a nyolcak, az Orbán Dezső, Cigány Dezső, Márfi Ödön csendéletei itt vannak. És hát ugye van egy összekötő kapocs is, mert a Matisztajcs János, a brassói szász német magyar festő és a Bauer-Reiter kapcsolatban vannak egymással, és hát mi büszkén mondhatjuk, hogy a Matisztajcs megbecsült tagja volt, és erős, eredeti gondolkodású tagja volt ennek a társaságnak. Minden esetre hát az August Macke 1912-ben részint a kubista emlékeket, de részint a nagy színezést, a nagy abstrakciót, a Kandinszky modelljét is átveszi, és hát az idő haladtában egészen egyértelműen zenei alapokra helyezte az ő művészetét. Tehát itt a címben is rögzítve van, hogy a mű maga egy Bach kompozíció architektonikáját próbálja felidézni. Nyilvánvalóan látszik is ezen a munkán, hogy ilyesmiről van szó. És így tovább. Aztán nagyon fontos tagja, késői tagja a csoportnak a Paul Klee. Itt én végigpörgetek egy pár képet csak, mert a késői munkái lesznek az igazán hatásosak. Megteremt egy rendkívül intim, pici, finom, a legkezdetlegesebb alakítási lépéseket feldolgozó műveket hoz létre. Tehát ugye az első művek, ő svájci. Aztán hát 16-ban már ezeket a nagyon picit épített, az analitikus és szintetikus kubizmus tanulságait gyerekjátékká oldó vagy egyszerűsítő, de ezt idézőjelben mondom, ezt az egyszerűsítés, formákat talál. Hihetetlenül egyszerű, pici kis monotípiák vannak. A
a pici hangok, az alig észlelhető minimális gesztusok költészetéről beszél, és mindegyik tényleg tele van költői erővel. Láthatóan elszakad mindenfajta hagyományos képalakítási formától, néha mulatságos, de ez már egy kicsit a dadaizmus és a szürrealizmus hatását is őrzi, mulatságos címeket ad a képeknek. Ökörrajza a házakról. Az ökör, aki himbálózó fejjel másképpen látja a perspektívákat, mint az ember, aki rögzíti a látását, és így tovább. És megpróbálja szimulálni. Egy vonal elindul vándorútra, és akkor egy vonal átmegy a városon. Egy pont átmegy a városon. Mivel találkozik egy pont, ha átmegy egy városon? Hogyan írja le a pont a várost? És akkor ő ezt így szimulálja, és most ilyen képeket itt látunk. Ő aztán, mikor a Bauhaus létrejön Németországban, ugye ez a nagy, a művészetek egyetemes együttműködését célzó műintézet, az építészet keretei között természetesen, de magába foglalva mindenfajta formalakító törekvést, ő festészet tanár lesz, a Paul Klee a Bauhausban, és hát szerintem a világ egyik legeredetibb nyelvű és gondolatgazdag pedagógiai könyvét is, rajzpedagógiai könyvét is megcsinálta. Magyarul is megjelent a pedagógiai vázlatkönyv, ami hát rengeteg mutációban él mind a mai napig. A mi Lantos Ferencünk például alapvetően hatása alatt állt. Noha más szavakat használt, más rendszerben dolgozta fel a vizuálpedagógiát, de alapvetően a Klee-féle rendszerben, egy nagyon érdekesen, finoman induktív rendszerben képzelt el a rajzpedagógiát. Mondjuk hivatalosan ma már ezek működhetnek, ezek a pedagógiák, és de ezer példát látunk arra, hogy ezek nagyon hatékonyak. Aztán hát sok ilyen mulatságos, kedves kis rajzocskát csinált. Őt irritálta az olajfestékben lévő oldószer, a szeme gyulladásos, tehát a bőre se bírta, ezért életfontosságú volt a kicsi méret és a rajzszerúza kis monotípia, különösebben kémiailag aktív anyagokat nem használhatott. Ez a magyarázata annak, hogy picike kis képeket, alig van nagyméretű festmény, hát ez mondjuk egy festmény, de hát ez se olyan nagyon nagyméretű, 30-as év. És hát utoljára ezt a 35-ös képet idézném fel, nagyon megváltozik halálához közeledve a Paul Klee, és nekünk megint itt beugrik, még nincs világháborús előérzet, ráadásul egy svájci számára mást jelent azért, még a második világháborúra való készülődés is, meg a német fasizmus is, mint Közép-Európában mondjuk, vagy Németországban. Minden esetre ebben a Walpurgis éjben, ebben a képben feldereng már a mi Vajdalajosunknak a 942-43 körüli monstrum világa és szörnyalak világa. A Klee nagyon érzékeny emberként előjátszott. Aztán a Blauer-Reiter egyik programadója, a Franz Marc, aki leginkább állatokat fest, és a kubizmus emléke minden munkájában megvan, néha szertelennek látszik, amit csinál, de alapvetően nagyon színes, és a tárgyat és a melódikus előadást vegyítő képvilágot teremtett meg. A kék ló, a kék lovas nagy lókedvelő volt, így került bele aztán a csoport névadásába. Nagyon sok szép, izgalmas, érdekes a művészet történetben állékony és leleményes ügyet vállaltak ők fel. Például a sok irodalmi megnyilvánulás mellett azért volt egy nagy almanakjuk nekik, 911-ben jelentették meg a Blauer-Reiter almanakja, ami például azért érdekes, mert azóta rengeteg ilyen van, a Korunk szellemi körképe címmel kiadnak mindenféle könyveket, amiben mindenki ír valamit arról, hogy az az idő, amit most megéltünk, az az ő szempontjából, érdeklődése és ismeretei szempontjából miért volt érdekes. És a Blauer-Reiter almanakban például meghívnak természettudósokat, filozófusokat, néprajzosokat, beszélnek Afrikáról, maszkokról, beszélnek muzsikáról, és
Kandinszky, Vasily Kandinszky maga is megkockáztatja egy libre, egy opera librettónak a közreadását, a Sárga hangzatok című vizuál operát itt exponálja ebben az almanakban. Nagyon érdekes munka is, és hát feliből harmadából olvasható magyarul is az ott szereplők munkássága. Mindenesetre hát a Franz Marc az nem volt olyan termékeny, és a művészettörténetben olyan mély nyomokat nem hagyott, mint a Vasily Kandinszky, de mindenképpen alkotótárs volt. És hát az életének egyik nagyon fontos fordulópontja volt az első világháború, és valójában ezért az egy képért vetítettem én a korábbi Franz Marc képeket, mert bebizonyosodik megint és újra, hogy a történelmen és az időn nem lehet átlépni. Akármennyire is merengünk mi a lovakkal teli, meg őzekkel teli erdők hangulatán, meg az állatkertek és az állati viselkedés konfliktusmentes szépségén, azért az emberi történelem és az emberi világ betör a csendes svájci vagy német polgár dolgozószobájába vagy szalonjába is, és amikor hát ugye a svájci-osztrák határon, vagy a osztrák-olasz határon, Tirol környékén jár, 914 megjelennek az átluggatott házak, és gazdátlan lovak, és szétlőtt termés, és egyebek, meg létrejön egy destruáló festői magatartás. Tehát az expresszionista énjük nem halkul el, amikor van egy esemény, ami erős gesztusokat és reakciókat vált ki, mint például az első világháború kitörése, akkor erre itt is megszületik a reflex válasz. Ezt korábban láttuk ugye az Ernst Ludwig Kirchnernek a tüzérekjeiben, akik zuhanyoztak a tábori zuhanyozóban, vagy hát most is vetítettem ezt a bordélyházból kijövő csonkolt kezű katonát. Egy időben vannak ezek az események. A Kirchner 15-ben csinálta. Csak ő éppen Dresdában és Berlinben volt. Itt pedig hát a bajor fővárosban történnek a dolgok. És hát egy Franz Marctól egy pár ilyen kép. Aztán gyorsan átszaladnék, megint egy nő. Még két nővel találkozunk majd, művésznőkkel, akik azt hiszem nagyon eredeti nyelvezettel ajándékoztak meg bennünket. Őróluk sem sokat beszéltünk. Milyen Becker volt, Zsuzsán? Paula Modersohn Becker, most nem jutott eszembe hirtelen. Paula Modersohn Becker, aki hát ugye a Gauguintől is sok mindent átvesz, szereti a Kandinszky előadásmódját. Nagyon fiatalon, 1906-ban halt meg ezek a képek, vagy 1907-ben halt meg, halála évében születtek. Utolsó képek ezek. Melankolikus, különös, más világ. Ez egy, nem hoztam szóba különösebben, de ez is egy ilyen 20. század elejé kényszer, egy alternatíva, a Csontváry gyakorolta, a kiszállásnak a kísérlete. Tehát az idő az nem felel meg nekem, akkor megpróbálok kiszállni belőle. Nagyon sok változata van ennek az óhajnak, hogy állítsátok meg a földet. Kiszállni az időből, és a Csontváry is teremtett végeredményben. Sokan teremtenek egy külön világot maguknak, amelyben láthatóan mindent könnyebben fel tudnak dolgozni. A Modersohn Becker is teremtett egy ilyen különös, meleg, melankolikus, talán még félelem is van azért benne, de a Gauguin világában is van hasonló világ. Aztán a Marianna von Berefkin, nagyon érdekes mester. A nyolcakat, a magyar nyolcakat figyeli az ember, a Kenstock Károly és társaságát, a nyergesújfalui korszakát, 910-ben vagyunk, akkor nagyon együtt vannak ezek a képek, a Marianna von Berefkin, falusiak egy utcán, akkor korcsolyázók, érdekes, hogy a Csontváry, ugye a keleti pályaudvar éjjel képe, mennyire hasonló megfogalmazásokkal éjjeli korcsolja pálya. És hát az egyik legszebb képe ez a Sörház udvara, tulajdonképpen kolorit szempontjából nagyon együgyű
ugye az első ránézésre, de hihetetlenül ravasz. Ez az egészen különösen bíbor és barna között a magenta és milyen színekkel motivált domboldal, és akkor az ehhez odahangolt szürkés lila tón egészen minimalistának látszik, de közben annyi finomság és oldott szépség van ebben a képben. És hát ha itt tetszőlegesen megszólítanám önöket, és megkérdezném azt, hogy mondják meg, hogy hány fokos a levegő itt ebben a sörkertben, egész pontosan meg tudnák mondani. És ez jelenti azt, hogy a festő atmoszféra teremtő képessége kiváló, és nem véletlenül szeretjük mi ezeket a képeket. Aztán hát ugye a magyar kapcsolatok miatt fontos emlegetni az Oszkár Kokoskát, aki hát jó barátságban volt például a magyar Fenyő Ivánnal, elég sok művét is adta neki a Szépművészeti Múzeumban is. Így került, hát ugye ez a Szépművészeti Múzeumban lévő Kokoska kép, a Veronika kendője 911-ből. Ő is ennek a Blauer-Reiter mozgalomnak a perifériáján volt, hát ő osztrák volt, természetesen nem vett olyan mértékben részt a németek munkájába, de nagyon pontosan tudta, hogy mi játszódik el, és hát nagyon erős grafikus karakter. És szeretnék még említést tenni a nem professzionális, az ekkoriban viszonylag szokatlanul és nagy erővel feltűnő pszichotikusok munkáiról. Ez az az időszak, a 20. század első évtizede, amikor elkezdődik a viszonylag intenzív érdeklődés azoknak a művészeknek a teljesítményei iránt, akik pszichológiai természetű betegségekben szenvednek. Nagyon-nagyon széles fesztávon helyezkednek el ezek a betegségek, általában gyógyintézetekben jelennek meg munkák, amelyek nagyon sok ok miatt jönnek létre. Van, aki kifejezetten művész, de van, aki csak kompenzációnak, van, aki csak mellékesen, valami kimondásának, levezetésnek használja ezeket a műveket. Kifejezetten mondjuk a művészet terápia közelében vagyunk ebben a pillanatban. De kezdenek nagy gyűjtemények létrejönni, erős és konzekvens tudományos kutatások kezdenek foglalkozni az elmebetegek kreativitásával. Minden betegség típusnak tulajdonképpen megjelenik majd az ábrázolás tipológiája, nagyjából diagnosztikus megoldásokat is találunk bizonyos festői rajzi kifejezésben, utalásokat a betegség természetére, maga a gyógyászat is igénybe veszi, aztán tesztek formájában, más formájában a látható világnak bizonyos elemeit. Tehát egy nagyon érdekes kapcsolat kezd kibontakozni a gyógyítás, a tudományos gondolkodás, a rendszeralkotó, elméletalkotó fantázia és a szabad költői kreativitás között. Hát az Alfred Kubin, ő is egy ilyen, az osztrák-magyar monarchiában ismerős alak, de rajzok. Éjszakánként meglátogat egy álom. Erős skizofrén késztetések, tehát személyiségcserék, erős tudatcserék, emiatt érzett bűnvágy, olykor hisztériák a művekben, a pulyka, egy retten, tehát ha a sci-fi reprezentációnak bizonyos változatait megnézzük, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen megismétlődnek ezek az ábrák. Itt például az őrtálló. Nagyon különös, érdekes, ugye egyszer egy épített és egyszer egy vad környezet. Akkor a tengerész van, talán a brázai sósborszesz reklámja is, vagy így áll unikumot, meg ugye a tengerbe esett pacákot megmentenek. De előjátszik ezeknek az Alfred Kubin. Ugye a nőkkel kapcsolatos, hát ugye főleg ez az alsó jobb oldali, ez egy határozott állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy milyen egy alkotó aktív nő. A koponyák csak úgy sorakoznak mögött a földön. Aztán néhány szót szólhatnánk még így ebben az időszakban egy nagyon erős amerikai építész, aki hát a Amerika szóba se került itt még közöttünk. Gyorsan végig szaladnék egy pár házon. A Frank Lloyd Wright, aki a 19. század harmadik harmadában született, és hát a 20. század egyik legjelentőkenyebb építészévé
vált, ekkor kezd el dolgozni. Nagyon érdekes háztípust teremt meg, a préri házak típusát. Tulajdonképpen az új organikus építészetnek később formalizálódó nyelvéhez nagyon sok alapmotívumot rakott hozzá. Figyelembe venni a hely adottságait, az építőanyag adottságait, a benapozás, a szélirány, stb. És ennek megfelelően építeni egy tulajdonképpen szociális szempontból, Amerikában vagyunk, itt más egzisztenciális keretek között lehet gondolkodni, tehát létrehozni egy sajátságos modern háztípust. Itt természetesen megint csak az Amerikai Egyesült Államokban vagyunk, már a beton, az acél lehetőségei előttünk állnak, és azért sietek csak, mert ezek ilyen 1902 chicagói házak, ott van egy park, ma már építészeti múzeum, vagy hát ilyen védett térség, a Tölgyes Liget, az Oak Park, ahol Frank Lloyd Wright és a társai, nagyon érdekes sorsa is van egyébként, amatőr, ha úgy tetszik, de nagyon jó iskolákban volt rajzoló. Tehát a Sullivannek, a Louis Sullivannek az iskolában rajzoló, de sok feketén vállalt munkát végzett, aztán kirúgták a műhelyből, de nagyon érdekes ember volt, 5000 tervet csinált, vagy 5000 épületet valósított meg élete során, nagyon-nagyon aktív volt, de azért sietek csak, mert itt van egy 1909-es épülete, ugyanakkor született ez a ház is Chicagóban, amikor a Blauer Reiter tagjai alkották azokat a műveket, amelyekkel itt találkoztunk, az úgynevezett Robi ház, ami hát egy ilyen nagy, erősen vízszintes tagozatokból felépített téglaház, ha úgy tetszik, de benne nagyon erős acélszerkezetek vannak már. Itt ez az előre nyúló fedél már az acélépítészetről beszél, szabadon, hatalmas, áramló tereket hoz létre, ezekben nagyon-nagyon izgalmas térélmények vannak, tehát valójában talán a hajón való utazás élményét is átéli az ember, amikor ott van a fedélzeten, miközben az terasz, és a központi helységből indul ki, ahol a család, a ház tulajdonosai együtt élnek, és akkor erre a középponti térre, ahol a tűzhely is van, és ahol az együtt, tehát a nappali és a kandalló van, innen szerveződnek a többi helységek. Minden irányból, minden homlokzata szempontjából értékes és értelmes a megnyilvánulás, tehát nem egy homlokzatra komponált épület, benne természetesen kifejeződik a természetre való vágyunk is, és hogy bele van komponálva az épület egy bizonyos természeti környezet közepébe, hogy ne sarokban legyen, ne kerítéssel legyen, hanem körülvegye. A amerikai hagyományban ez azért a nagypolgári építészetben megmaradt. És hát rohannék tovább, ugye rengeteg filmben látjuk ezt a Los Angeles-i házat, nagyon kiváló. Most egy múzeum van benne ebben az épületben, ez későbbi 1923-as, maga teremtette betonblokkból, szépen megmintázott, negatívban mintázott betonblokkból építették ezt a házat. Nagyon szerette a kézi munkát, és élt a lehetős, de egyébként ilyen elemekből megsokszorozva épült ez a ház is. Sok filmet helyeznek el ide, nagyon romantikus belső terek vannak, ugye a forró kaliforniai dél, és hát egy ilyen alapvetően barlang élményekre épített kompozícióról van szó. De hát ugye talán a legismertebb, vagy a legfontosabb ebben a periódusban, bár kicsit későn vagyunk, de hát 1936-39 között épült fel Pennsylvania és New York állam határán a vizesés ház, egy pittsburghi áruház tulajdonosnak volt a telke, ő egy weekend házat akart építeni magának. A fiatal Kaufman az a Wright-nak, a Frank Lloyd Wright-nak, akkor volt egy építészet iskolája már, nem is egy, de volt egy lent Arizonában, Scottsdale mellett volt a Taliesin West, és az egy építészeti szabadiskola volt, és az ifjú Kaufman oda járt, és rágta a papájának a fülét, aki
Pittsburghi áruház tulajdonos volt, hogy kéne egy vikendházat építetni a mesterrel, és akkor a papa ráállt. Pittsburghtől 36 kilométer vagy mérföldre van ez az épület, de hát ekkoriban már két pályás úton lehetett Pittsburghből. Nagy erejű gépjárművek vannak már Amerikában ekkoriban. Úgyhogy egy óra alatt kiérnek a vikendházhoz. A Wright épített is egy vikendházat egy sziklacsúcs tetejére. Nagyon-nagyon pompás az épület, mert ugye az ő építészet teóriájában mindig a középponti helyiség a meghatározó, amelynek az irányából határozódik meg az épület minden más egyéb funkciója és tere. És itt a középponti hely, egy kis sziklacsúcs a forrás leszakadásának a helyén, és a nappali szobában, nem tudom, voltál te itt, Laci, ebben a házban nem volt, a nappali szobában a kandallótól körülbelül másfél méterre, ahol egy ilyen bitang nagy japán karos teafőző üst van, piros teafőző üst van, be lehet tenni a kandallóba a teafőző üstöt, de ott a kandalló másfél méterre kibukkan a sziklacsúcs, úgyhogy a nappali szoba kellős közepén fényesre csiszolt sziklacsúcson üldögélhet az ember, miközben hát az alatta lerohanó víznek a morajlását hallgatja. Hát ez a hátul van 6 garázs is, meg cselédszobák, minden csoda. Tehát jó sikerült vikendháznak mondható ez a dolog. Hát ugyanebben az időben, ebben az időben elhangzik valami egészen különösen dermesztő álláspont arra vonatkozóan, hogy a modern technológia, ha megteremt valamit, az mennyivel értékesebb, mint amit a klasszikus antikvitás hozott létre. Történetesen úgy hangzik a mondás, hogy hát egy versenyautó nikkelezett kipufogócsöve százszor szebb, mint a Samothrakénikének a szobra, ami hát ugye a Louvre-nak a nagy lépcső fordulóján látható. Hát a futuristákról beszélünk, akik a mozgásban voltak, és a társadalmi, politikai mozgásban nem csekély, destruktív odaadással voltak szerelmesek. Olaszok voltak, akik részint emigrációban élnek, döntően Párizsban élnek, meg hát az északi olasz városokban is tevékenykednek. Olaszországról van szó, egy rettenetesen sanyarú sorsú európai nemzetről. A nagy Olaszország már régen nincsen. Tehát amikor a Thomas Mann megírja a Halál Velencében, és ott van mögötte Velence világa, atmoszférája, hát az a legcsekélyebb mértékben sem a Corellinek, vagy a Tartininek az idejét idézi fel, vagy a Vivaldinak az idejét, vagy Monteverdi idejét idézi fel, leromlott, patkányos, mocskos, macskás világ ez, és egyáltalán Olaszország eltávolodott azoktól a civilizációs mintáktól, amelyeket hát Nyugat-Európának egy-két állama még élvezett. Tele vagyunk nosztalgiákkal, de ezek a nosztalgiák mind önfertőzőek már szerintük, ezért aztán öljünk is le minden öreg professzort, és ha lehet, robbantsunk is fel minden múzeumot még időben, hogy lehessen egy új világról gondoskodni. Ez a világ alapvető principiumaiban a mozgásra épül. A mozgás a 19. század művészetében már az impressionizmusban is láttuk, részint úgy, hogy megörökítik a mozgásban való látást, amelyben ugye a dolgok elmosódnak, hiszen pillanatról pillanatra nem képes az ember detektálni a dolgokat, minden dolog mozgásban megváltozik. Részint meg hát analízisek vannak, amik a mozgást elemzik. Nagyon sokféle analízis látunk, és ezen én gyorsan végig szaladnék. A mozgásokat vizsgálják már nagyon sokan és sokféle módon, és hát ugye talán a legkorábbiak egyike ez az Edward Maybridge, aki hát így a 80-as években az Erdély Miklós érdekes módon aztán az amerikai Anzixben, pontosabban a Bódi Gábor csinál egy filmet, ahol az Erdély Miklós ugye amerikai hadmérnökökről van szó, akik a 48-as forradalom után emigrálnak Amerikába, és hát nagy karriert csinálnak, és ott kutatnak és dolgoznak, és
És az Erdély Miklós, aki a magyar konceptművészetnek, az avantgárdnak egy nagyon fontos alakja volt a 60-as, 70-es években, eljátsza az Edward Maybridge-nek ezt az analízisét, és ott látjuk a háttérben, hogy mi van akkor, amikor a kamerát a ló állomásról állomásra úgy működteti, hogy a kamerát mozgásba hozó, exponáló zsinort elszakítja. Megy a ló, elszakad a zsinor, exponál. A következő méterre elszakad a zsinor, exponál. De közben a fényképezőgép mindig mutatja, hogy ugye a mozgás elemekből épül fel, hát itt is próbáltam így összerakni, állóképekből, az, hogy milyen egyszerű eljutni a mozgófilmhez. Persze akkoriban még nem egyszerű, de az elemzés, az analízis, az mindenképpen eszünkbe juttat egy ilyen lehetőséget, hogy az álló formákat meg lehet mozdítani. A futuristák imádták ezt az analitikus, mozgásos dolgot, nagyon sok mindenre vonatkozóan ezt alkalmazta, és a világ első fotoművészeti folyóiratát is Milánóban csinálják. Ez időtájt a Bragaia nevű fotográfus tulajdonképpen az egész lapot a mozgásban való ábrázolásnak szenteli az 1900-es évek elején, első évtizedében. Nagyon izgalmas világ ez. A futuristáknak az egyik vezéralakja az Umberto Boccioni. 1905-ben teljesen olyan arcképet csinál, mint a mi Ferenczi Károlyunk magáról. Teljesen hasonló a világ, gyönyörű, ugyanaz az atmoszféra. Közben ott van már a modernizálódó Bologna a háttérben, de a mozgás nagyon izgatja. A villódzások, a szikrázások, a napfény, az utcai világítás, a kirakatok világa, és ez a fény által folyamatosan befolyásolt tárgyi világi környezet, ez nagyon izgatja, és hát ilyen képek születnek meg. Vagy a Luigi Russolótól az elemeknek, a különféle érzékelési területeknek a vizuális megjelenítését. Hogyan lehet a parfümnek az áradását, vagy az áramlását, hogyan vesz körül egy nőt a parfüm illata. Megpróbálni, megkísérelni, ezt érzékeltetni. A város ébredése, 910, minden összemosódik, a hangok, a fények, a tárgyak, szépen elmosódott, de nagyon dinamikus ábrázolások lesznek. Befolyásolja őket természetesen a korabeli, hát hiszen megint ez a párhuzamosság. A kubizmus ott van, tehát kimennek az utcára, akkor már látják, hogy kiállítanak a kubisták is. De mi többet akarunk, mi meg akarnánk mozdítani azt, ami a kubistáknál statikus volt. És elrejteni a mozgást az elemekbe, fázisokat összemontírozni. Tulajdonképpen csupa ilyen montázs, amit itt látunk, fázisokat egymás mellett. Nagyon-nagyon izgalmas dolgok ezek, és hát ez a plasztikai formára is vonatkozik. A plasztikai forma is megmozdul a térben. Egy helyzetbe hozza a szobrász azokat a látványokat, amiket az ember mondjuk a szobor körüljárásával tudna magának biztosítani. Tehát egy látványban benne van, pont úgy, ahogy a kubista festő is maga elképzeli, egy látványban benne van az a szintetikus forma, amit az ember körüljárással, letapogatása egyéb formában magáévá tud tenni. Vagy itt van hát ez az elsődleges forma dinamikája, őrületesen izgalmas dolgokra jöttek rá a Boccioniék, a futuristák. Hát én most itt túl sok futuristát nem fogok vetíteni, vagy nem fogok legalábbis sokat beszélni róluk, mert annyi feladatunk van még, és a fő feladatok még hátra vannak. De jelezni szeretném egy alakon keresztül, tehát a Boccionin keresztül, hogy mind a mai napig van üzenete ezeknek a szobroknak. Hát ez a mű, az elsődleges forma dinamikája, egy futóról van szó. Tehát ezt mindenki kiveszi azért, hogy gyönyörűen körüljárva, izgalmas és barlangszerű plasztikai formák, puhák és kemények vannak egymásra. De nem tudom, hogy néznek-e atlétikai közvetítéseket, mondjuk főleg a rövid távok, férfi 100 méter, férfi 200 méter, és ha mostanában néznek felvételeket, ma már olyan kameráink vannak, amelyekkel ezeket a képeket meg lehet valósítani, akkor a iszonyúan lelassított idő és az atléták alkata. És akkor látjuk, hogy az arc leszáll a nyakára,
a combja fölszáll a derekára, elképesztő fizikai jelenségeket lát az ember. El nem tudnánk képzelni, hogy az emberi test képes ilyen plasztikai formaváltozásokra. Az ellenállás, az erőkifejtés, különféle izomzatban megmutatkozó következményei. Nem volt még ilyen analitikai műszer a kezükbe. A Boccioni előre látott ilyen nagyon érdekes folyamatokat, és a mozgásban való energia eloszlása és a gazdálkodás ezzel a sokféle energiával, amit itt csak egyszerűen súlyokban, meg bizonyos áramvonalasságban mutatkozik meg. Ez izgatta nagyon ezen a képen. És hát így rohannék tovább. Hát nagyon szemléletes, kedves kép ez a Giacomo Balla munkáját. Ezek a képek egyébként mind Amerikában vannak, a legtöbb kép Amerikában van. A Modern Művészeti Múzeumban, ez is ott van, New Yorkban. Megszerezték ezeket a képeket, de hát didaktikusan, nagyjából tudomásunkra hozza, hogy a mozgó lét az időben és térben többféle helyzetben van. És akkor egymásra kopírozódik a pincsi kutya, vagy a tacskó, és akkor ez így néz ki, ilyen kis söprűs lába. De ez is csak arra utal, hogy a műalkotás az leszállt annak az egyszerű és szemléletes, közvetlenül megragadható valóságnak a felszínéről, amelyhez hát a klasszikus művészet tartozott, és valami egészen spekulatív, furcsa, öntörvényű világ alakult ki. És igaz, hogy ugye a Ballának ez a képe igénybe veszi a George Seurat-nak ugye a divizionista, poentilista megoldásait, de alapvetően megint csak egy ilyen mozgásfeldolgozásos kép, amiből mozgófilm lesz majd a végén. Vagy itt van a Ballának a Merkur elszágúd a nap mellett. Nagy fogalmak, nagy projektek ezek, iszonyú kozmikus és méretes viszonylatokban. El is felejtkeznek olykor az emberről. Azért ők nagyon aktivisták, és az olasz futuristák döntő része az a szabad Olaszország és a független emberi világért elmegy a hadseregbe, és a művészhalottak talán itt, ebben a körben vannak a legnagyobb száma. Minden fontos ember meghal a háborúban, az olasz futuristák. Mert a háborút is egy ilyen megtisztító, nagy, az újrakezdés elengedhetetlen feltételeként elképzelt helyzetnek gondolták, és ebben részt kívántak mindenképpen venni. Nagyon sokféle megnyilatkozásuk volt, építészeti is volt, de ezek aztán vissza-vissza jönnek, nem gondolunk arra, hogy előzményei a futurista építészetben voltak. Ugye az Örej muzsika is megjelenik. És hát milyen érdekes, hogy a 80-as években újból előjönnek az ipari zenék, és nagyon különös tárgyhangokat gyűjtenek össze, és működtetnek emberek, és művek születnek meg. Ezt a futuristák csinálták, végezték. Nincs időnk arra, hogy minden futuristáról beszéljünk, de egy kapcsolatról mindenképpen érdemes beszélni. Franciaország Marcel Duchamp, aki egy jó fóvista iskolán ment keresztül, tehát a Matisse és világa rövid ideig hatással van rá, szép dekoratív műveket csinál. 1911-ben, 12-ben azonban éppen úgy, mint az akkori franciák, és erről már volt szó, őt is megérinti a kubizmusnak ez az analitikus, visszafogott, rezervált világa. Ám de érzékeljük azt is, hogy ez az akt lépcsőn megy lefelé, és ez a lefelé hatolás, ez mozgás. A mozgás fázisait megpróbálja modellszerűen belehelyezni ebbe a képi mezőbe. Itt még nem tulajdonítunk annak különösebb jelentőséget, hogy a figurák tele vannak mindenféle csövecskékkel, és kanülökkel, és kis hordócskákkal, és mindenféle tartalmakat tartalmazó edénykékkel, de ez a mennyasszony átváltozása férjes asszonyjá című kép, 912-es kép, ez már egyértelműen mutogatja, hogy itt tulajdonképpen a futuristák számára teljesen evidens
helyzetek jelennek meg, hogy tudnék, mechanika van a mozgásban. Akár emberi szervezet csinálja, akár mi csinálja, de van egy mechanikája a szerkezeteknek, és a mechanikát megjeleníteni, az emberben lévő mechanikát. Itt frivol a dolog, és a Marcel Duchamp tevékenységére a nyelvi elevenség néha frivolsággal, sőt, hát tekintélytisztelettel nem találkozik. Frivolsággal, igen, tekintélytisztelettel, nem? Hát ugye egy biológiai folyamatokat próbál, tehát a szüzesség elvesztése. Egy ilyen képnek a szüzséje volna, tartalma volna, de fölveti ezt az érdekes eseményt, amit izgalmasnak talál. Ugye belül ilyen csövek vannak, aztán áramlanak folyadékok, és közben teljesen spekulatív, mechanikus szerkezet az egész. És hát az ő nagy leleménye, amit aztán mind a mai napig teljesen vitathatónak és problematikusnak vélünk, ugyanakkor pedig tökéletesen elfogadottnak tetszik már, a ready-made, hogy műalkotás, amit már megcsináltak máskor, és csak a gesztus, csak a kiválasztás mozdulata az, ami műalkotásá avatja. Egy tulajdonítás. Valaki, aki történetesen művész, azt mondja a dologról, hogy ez egy műalkotás. És a szituáció, amelyik ezt a szakralizálódási folyamatot lehetővé teszi. Ez a kísérlet, amivel itt találkozunk, meg hát a következő, ez a Forrás című monumentum, ugye ready-made, megtermelt, létrehozott dolog, megcsinált dolog. Ezeket a képeket egy barátjával, a Marcel Duchamp, a Francis Picabiával New Yorkban egy galériában mutatják be. Nagy kísérlet volt ez a számára, rendkívül vonzódott ő a filozófiához, és az ellentmondásokhoz, és sok előkészítés kellett ezekhez az erős döntésekhez, de elhatározták, hogy betesznek a galériába egy palackszárítót, ami ráadásul francia, a franciák számára teljesen egyértelmű, a francia otthonokban, kocsmákban ismerős volt, de az amerikaiak már nem ismerték, Amerikában már megjelent ekkoriban, abban a körben, ahol galériába járnak, New Yorkban, ott már a mosogatógépben gondolkoztak leginkább, vagy hát a cselédlányok meg nem tűnődnek azon, hogy mi is ez. Tehát Amerikában erről a dologról elkezdtek úgy pusmogni, hogy hát itt valami erősen megsokszorozódó, fallikus üzenetek jelennek meg, és hogy hát ugye egy nagyon komoly, égbetörő termékenységi piramis, és kezdtek mondani dolgokat. Ezzel kapcsolatban nem nagyon kezdtek mondani, ellenszenves volt sokaknak ez a dolog, de végeredményben az, hogy kiállító teremben mutatták be, az, hogy a művész, ezt most idézőjelben mondom, azt mondta, hogy ez műalkotás, egy nagyon érdekes szakralizálódási folyamat jelent meg, befogadta a közönség a műalkotás világába a korábbi termelő technológiák eredményeképpen létrejövő köznapi tárgyat. Ennek meg lesz majd kicsit később a pandantja a dadaizmusban, az objet trouvé-ban, a talált tárgyakban. Végeredményben ez is tekintető talált tárgyak, nyilván egy lomtalanítás során jelent meg, és még szignálta is, ugye R. Mutt a szignó, Forrás címmel egy piszoár, egy férfi WC szaniter darabja jelent meg. Megjelenik a ready-made, nem kell művészet, a művészet egy kiválasztási gesztus, egy döntés, amelynek következményei vannak, szakralizálódik a dolog. Nagyon mély értelmű üzenete van ennek, lehet, hogy nem érünk a végére ma a mára rendelt mesének, de el kell mondanom azért erről, van egy-két változata, hogy érdemes például eszünkbe venni a Leonardo da Vinci Mona Lisájával való találkozásunk esélyeit. Louvre-ban van, főhelyen van, 5 cm-es üveg mögött viszonylag kisméretű kép. A kép előtt 3 méterrel bordó
bársony szalag, arany oszlopokon teszi lehetetlenné, hogy közelebb menjünk. Továbbá 500 japán fényképezőgéppel ott előttünk, és akkor mindenki birtokba kívánja venni a Mona Lisát. Ez az élmény, ez egy klasszikus és hosszú távú élménye már az európai kultúrembernek. Mellett ott van az avignoni piéta, a kutya nem nézi, a Szent Anna harmad magával, meg Sziklás Madonna, meg nagyon aranyos dolgok vannak. Ott az, oda lehet menni, azt rendesen meg lehet nézni közelről, hosszasabban is, de a Mona Lisát, az... Tehát, na most akkor mihez folyamodik az, aki mindenáron kapcsolatba szeretne kerülni ezzel a ravasz képpel? Hát az vesz egy képes lapot, vagy vesz egy reprodukciót. És a Marcel Duchamp tulajdonképpen indirekt módon, de kimondja, hogy viszonyunk a valósághoz dokumentációkon keresztül valósul meg. Tehát mi, a mi számunkra, és ma se csinálunk mást, mint ilyen képmutató akciót, hogy én úgy csinálok, mint a műalkotásokkal találkoznánk. De a műalkotásunk ezerszer átalakított, megpreparált, rossz utánzat. Ez egy ilyen idólum, tehát valami kis terengés ez az egész, amit itt csinál. A Duchamp rájött arra. Na most, ha reprodukció, akkor az a pontatlanság, nyomdafesték, nyomdagép, fényképezőgép, mindenhol hibaforrások. Hol a tökéletes, hol az abszolút megoldás? De ha ott állok a Mona Lisa előtt, most ugye van egy csomó ilyen Leonardo könyv már, fantasztikus fotók vannak benne, tehát olyan nagyításokat látunk, hogy minden repedést állati pontosan lehet látni, tehát tökéletesen tudja az ember, hogy ennek a nagyon különösen finoman árnyaló technikának milyen részletei vannak, és teljesen beavatottak leszünk. De reprodukció ez. Ez nem az eredeti mű. De sem. Az eredeti művel nem találunk kapcsolatot. Ez az egyik. A másik az, hogy hát 1905 környékén a Sigmund Freud egy-két nagy portrét csinált, tehát a Mózestől kezdve, a Leonardo da Vinci életével is foglalkozik, izgatta őt a nagy személyiségek titka, a zsenialitás titka, azok a hisztériák, amiket hát ugye a krónikások elpotyogtatnak, magyarázatot kívánt dolgokra találni. Hát a Leonardo életében is van egy-két manifest módon nyakon csíphető furcsaság, például a titkolt homoszexualitása, sok minden, ami a Duchamp számára megint egy frivol apróság volt, mi bátran fájtlat borítanánk ezekre a körülményekre, ő nem tette ezt. És a Mona Lisába tulajdonképpen bele applikálta a homoszexuális férfi fantáziának ezt az elsődleges pici kis szükségletét, hogy férfinek lássa azt, aki a nő. Tehát megférfiasítani a nőt. De közben a nővel is foglalkozik azért, és most piedesztára megyek, és egészen alantas dolgot fogok csinálni. Az egész egy éves programban a legmocskosabb szavakat most fogom kiejteni a számon. Ha ugye a franciások egybeolvassák ezeket a betűket, mert ez a címe. Tehát I-H-O-O-Q. L-H-O-D-O-K-U-L, ugye, ha francia, ugye L-A, ő neki van, nőnemű harmadik személy, ő neki van, sod, meleg, forróság, okül, a seggében. Tehát forró a valaga, nem bír a vérével. Tehát egyszerre férfi, egyszerre nő, de az is egy francia szlengben meglévő mocskosság, és így kerülnek ezek egymás mellé. De egy reprodukcióval az életben mindent lehet csinálni. Megsemmisítő gesztusokat is, és felmagasztosító gesztusokat egyaránt lehetne csinálni. És jönnek a hulladékok, jönnek a mindenféle furcsa dolgok, és jönnek a titkok. A 20-as évek elejére a világ és a művészete az oly mértékben csekély eligazítással szolgál az emberi viselkedés és működés titokzatos oldaláról, hogy elkezdenek erről
erről gondolkodni határozottabban. Utaltam én már erre az Alfred Kubin ürügyén, hogy elindul egy ilyen különös érdeklődés, erősen pszichológiai szempontokkal motivált érdeklődés az emberi működés iránt. És rájövünk arra, hogy a német romantikának a főműveiben mennyi titokzatos üzenet van. Egy hegy, amit ember nélkül megnézünk és látunk, és a teremtés abszolút közvetlen és direkt és sebes kifejeződésű csodájáról van szó, ami itt így festőileg megvan említve. És mennyi indulat van például, mennyi titokzatos, furcsa magyarázat, motiváció van egy ilyen képben, mint az Edvard Munké, ugye 1890-nél. A szecesszió általában sokat foglalkozik az érzelmek különös, erős kiáradásával és ellentéteivel és ellentmondásaival, összecsapásaival. A megcsalás és a megcsalatás, a kísértések közegével, amelyek változatlanul, középkorban nagyon sokan láthattak ilyeneket, mert a szentjeinket állandóan kísérték, és nagy festői megjelenítései voltak a különböző kísértéseknek. Most is vannak a kísértések és a kísértők. És hát a szürrealisták voltak azok, akik hát ezekkel a mélyen, erősen lélektani megalapozottságú motivációkkal kezdtek foglalkozni, és hát a Max Ernst a német, a kölni dadának kezdetben, később a szürrealizmusnak a fontos alakja, festette meg azt a csoportot, aminek a közepén hát ott ül az André Breton, a francia író, és hát elmeorvos szeretett volna lenni, de soha nem lett végül is elmeorvos. Sokat írt, és 1924-ben ő csinálta a szürrealizmusnak az első manifestumát, aztán ezt követték még manifestumok. Mindenesetre megjelenik egy olyan művészeti irányzat, amelyben a legdrasztikusabb és legkülönösebb mellérendelések jelennek meg egymás mellett. Olyan referenciák, amelyek a valóságos és tapasztalt logikákkal nem támaszthatók alá. Celebesz elefánt, 921, még előjátékok, nagyon-nagyon gazdag időszak ez, és fantasztikus művek jönnek létre. Mikor az ember néz egy ilyen kiállítást, mint a Dr. Máriás, én már egyszer szóba hoztam, de akkor eszünkbe jut, hogy mennyire állékony az a logika és az a gondolkodásmód, ami az abszurditásokban próbál magyarázatot találni a mindennapi élet eseményeire, abszurditásokban és az egymáshoz nem illő dolgok együtt szerepeltetésében. A dolognak nagyon-nagyon mély története van, és hát ha megengedik, akkor egy ilyen elcsépelt, közkeletű állítást idéznék fel, mert ezt egyet aránylag könnyű megjegyezni. Nagyon izgalmas, hogy a francia költészetben, sokkal hamarabb egyébként, mint a képi világban, de megjelent ez a sok drasztikus mellérendelés, és a Stefan Mallarmé, a L'Autre-Amont, a Isidore Ducasse volt a költői neve, 1881-ben csinált egy poémát, aminek a Maldoror énekek volt a címe, megjelentek magyarul is, gyönyörű fordításokban. Hihetetlen munka végigolvasni a Maldoror éneket, mert három szó nincs a hosszú költeményekben, amelyek hagyományos logikai rendet sugalnának. Minden más funkcióban, más összefüggésben, más jelentéssel jelenik meg. Miért? Egyetlen kifejezést, ezt az elcsépelt kifejezést szeretném, a szépség definícióját, amit a L'Autre-Amont a Maldoror énekekben ejt el, ugye a szöveg között. A szép definíciója. Szép a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a műtőasztalon. Elcsépelt, biztos nagyon sokan ismerik ezt a mondást. Én tovább mennék azért a kérdéseimmel, föltenném azt a kérdést, hogy mit jelent? Jelent valamit ez a mondat? Feltétlenül. Megjelenik egy világ, ami arról szól, hogy az emberi tudás és érzékelés egy időben szintetikusan birtokába tud lenni az élet rengeteg körülményének és tényének. Ezek leírva valójában konfúzus dolgokat jelentenek. De a mondatban, egy verssorban a világ egymástól független, nagyon távol lévő és semmilyen egymással kapcsolatban nem lévő helyzete valósággá válik. Egy mondatban, egy grammatikai szerkezetben. Szép a varrógép esély, rend van,
egység van a világban, a mondatban. Tudunk olyan mondatot létrehozni, amelyben együvé tartozónak mondhatjuk a varrógépet, az esernyőt, a műtőasztalt, stb. Stb. Tehát ilyen a totalitás birtoklásának a vágya, a teljesség birtoklásának a vágya, a modern embernek a vágya, a leghamisabb képzet, hogy az ember a teljességet birtokolni tudja. Nincs. Az ember számára a totalitás soha nem mutatkozik meg. Teljességében jeleket kap, de teljességében tapasztalata számára nem mutatkozik meg, valamennyien tudjuk. Tehát ebben a különös, drasztikus mellérendelés rendszerben valamiféle nagyon erős vágy jelenik meg arra, hogy magyarázatot találni. A világ tulajdonképpen meg nem magyarázható eseményeire, és szürrealisztikus természetű, de a dolgokkal mindenki az életében rengetegszer találkozott. Egy betegség, és egy gyógyulás, és a nem gyógyulás, és egy folyamat csak. És képzeljék, hogy mennyi ember számára fel nem táruló apróság, mozgás, sejtek, hőfokok, energiák, mit tudom, jelenik meg, titokzatos a világ. És hát ennek a titokzatosságnak a krónikásaival válnak ezek. Ödipusz király. Hát tudjuk a klasszikus történetet, hogy jönnek ezek a jelek az Ödipusz királyhoz. Megvannak a kulcsok rá egyébként, mindent sokszorosan interpretálva. Rálelünk a belső tudatműködésben és a titkos személyes tudatműködésben, individuális tudatműködésben a magyarázatokra. De ezek nem kollektív jelrendszerek. A közösség számára ezek teljesen önkényes interpretációt jelentenek, vagy interpretációk készséget jelentenek. Minden esetre formailag rendkívül eleményes és élvezetes tartalmak kerülnek így egymás mellé. És így sietek. Ugye hát itt nem kétséges, hogy a jelekben, a kozmikus jelekben, a sivatagban, a kővé változott valamiféle állati, emberi, nem tudom, szervezetben, abban a kézmotívumban, a glória közepén, meg ez a, ugye ez a kopulációs aktus, tehát egy ilyen erősen nemi tartalmú jelkép ott a hold alatt, egy lefordult holdsarló. Ezek mind tulajdonképpen társíthatók jelentésekkel, és az egészből kibontakozik mégiscsak egy valamiféle jól sejthető titokvilág, de a titkot pontosan meg nem tudja határozni senki se. Nagyon érdekes a Max Ernst, és azért választottam ezt viszonylag késői kép, a sztálingrádi csata éve, 1942, mert itt ez a felület, ami a szürrealisták számára jól ismert és szeretett felület volt, a frottás, vagy ez a csöpögő, a magától, a természetes, talán mondhatni artisztikumát képviselő anyagtól kap meg a néző. A csöpögés, a véletlenek, tényleg az ők action gratuitynek mondják, a véletlen bekövetkezés a festékeknek, dolgoknak. Kialakítanak ugye az ömlés, a festék ömlése, az anyag spontán alakulása. Ilyen az ólomöntés is, hiszen jól ismert jós vagy jövendőmondó szertartás ez. Az ólomöntés és a népi gyógyászat rengeteg ilyen megoldást ismer, elmondják a dolgok, hogy miről van szó. Tulajdonképpen itt most egy kulturális szedetben nagyon konstruálva, szépen, tartalmasan egységbe állnak ezek a dolgok. Tehát egy háborús előérzet, ez egy oszladozó, rothadó világ. Itt mindent átitatott már sav és gáz és szenny és minden oxidálódó, és minden lukacsos, és rácsos, és puhává vált világ, egyértelmű mindenki számára, hogy ez az Európa eső után, ez a tulajdonképpen nagy európai eső előtti hangulat, a nagy európai eső. Tehát ha én azt mondom, hogy 1947-ben született, Auschwitz után született ez a kép, azt is teljesen tudomásul veszük, alátámasztja azokat az emlékeket, meg képeket, képzeteket, ami... Tehát nagyon-nagyon sok szép és hatékony megnyilvánulása volt a szürrealizmusnak, túl azon, hogy ugye az abszurdot elég szórakoztatóan tudta megjeleníteni. Ebben a kicsi ajándékban a Man Ray amerikai, vagy Meret Oppenheim művész kollega hátára oda kerültek
az antropomorf formázottságú Gordonkának a nyílásai, vagy hát az átváltozások, a nemi szerepek cseréje, maga Marcel Duchamp is a Rose Selavie-ban megteremtette a maga női alter egóját, és hát ott is érdemes lenne, hát nagyon érdekesen van írva. Be fogom fejezni időben az estét, nem csúsztam el annyira, hogy az alter egóját így hívják. Nem ír. Rose dupla R-rel írja. De ez is egy ilyen gram. Tehát. Rose Selavie, két R-rel. Most megint olvassuk össze mondattá. Eros. Se. La. Mi? Szerelem az élet. Mondom én, aki nővé tettem magamat, aki férfi. Nagyon sok érdekes utalás van. A lingvisztika, a majdani, ne felejtsék el, szóba fogom én hozni a konceptártot. A majdani konceptártnak itt megjelennek sok egyéb utalás mellett a jelei. És hát ugye a szürrealizmusnak nagyon-nagyon széles palettán mind a mai napig működő teljesítményei vannak, ezer formában, ezer mutációban él a jelen művészetében is. Azért nem beszélek itt többet erről, mert úgyis vissza fog térni majd nagyon sok szerepváltozatban a szürrealizmus, és következő alkalommal feltétlenül. Például beszélünk majd a Jackson Pollockról, aki hát ámulattal figyeli a francia szürrealistákat, és az első művei az amerikainak természetesen a szürrealizmus jegyében megfogalmazott mérélektani demonstrációk lesznek. Na. Tehát nagyjából a spanyol-katalán Juan Miróval, aki a kubizmussal kezd, és aztán átalakul az egész egy ilyen nagyon mulatságos, kedves ázalékok, sejtek, kicsi formák életét mikroszkopikus ernyőn vizsgáló festészetté, amiben tulajdonképpen a mindennapi élet teljesen ismert jelenetei megszemélyesítve mikróbákkal és kis koacervátumokkal, így úszkáló sejttenyészetekkel játékos és kedves életmű a Juan Miróé. Hát köszönöm ma este a figyelmüket ugyancsak. Van most egy pár percünk esetleg, hogyha kérdésük van, mert hát gyors vonati sebességgel mondtam én mindent, és lehet, hogy nem is voltam kellően szabatos olykor, tehát most, ha gondolják, akkor megpróbálhatjuk rendbe tenni azt, ami rendetlen. Ha nem, akkor köszönöm a figyelmüket, és bízom abban, hogy két hét múlva megint találkozhatunk. Köszönöm.